nem szégyellik magukat. Sápadni a kezemben a lant, egy-egy merészebb hangot ad. Ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, s dalom, mint elkapott madár, a földről magasba száll vele. A víz csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet. Ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Hajd majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni. Szívem mélyét forgatja föl, s a fák gyökeresül lépi ki. Jaj! Könyvtárakat megtöltő kiadványokkal próbálták feldolgozni, és joggal hihetjük azt, hogy már nincs olyan cím, amit egy dolgozat címnek tudnánk választani, mert mindent már megírtak róla, és a laikusok legfeljebb azt gondolhatják, hogy talán ez a szibériai utóélet még az, amit nem vizsgáltak elég alaposan. Viszont a szakemberek tudják, hogy közel két évszázad sem volt valamiért elég ahhoz, hogy pontot tegyenek Petőfi életének bizonyos nyitva hagyott kérdéseire. Én tehát tulajdonképpen csak kérdéseket teszek fel, amikre hát majd mindenki a maga ismeretei szerint tud válaszolni. Ilyen például Petőfinek a születési ideje, mert tudjuk, hogy a keresztelés dátumát írták be, a lexikonban így szerepel, és 1823. január 1-én keresztelték, viszont mit csináljunk azokkal a kutatókkal, akik azt mondják, hogy legalább egy nappal korábban, hanem veszünk, hogy több héttel korábban is születhetett, és mint laikus felteszem a kérdést, hogy mikor kapom pontos választ például erre. Aztán van az évszázados Petőfi kör, az pedig a születés helyéről szól, mert a lexikonban kiskörözt olvasszuk, de nagy embereknél előfordult, de Homérosznál, Koméniusznál, Cervantesnél, hogy a születési helyükért 4-6-8 település is verseny. Petőfi esetében ez úgy néz ki, hogy Kiskörös mellett Bogarc, Dunabecse, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós, Orgovány, Szabadszállás ugyancsak azt mondja, hogy nálunk született Petőfi Sándor, és saját kutatásokkal próbálják ezt bizonyítani. Ezeket a munkákat központilag nem támogatják, mégis nagyon értékesek, mert rengeteg olyan adalékot hoznak a felszínre, amire szükségünk van, és hozzájárulnak ahhoz, hogy egyszer majd végleges képpel áttekinthessük ezt a százados kört, és akkor méltányos ítélet születhessen benne. Petőfi származását illetően még iskolás koromban azt tanultam néhány évtizede, hogy ő szerb felnemektől származik. Most meg azt halljuk inkább, hogy csak szlovák felmenőktől származik, és a Petrovics névnek a leírása a dokumentumokon minden variációban előfordul.
a legrégebbi talán a tézével írt, a magyar hatóság tével írja át a Petrőfi nevet. Maga Petrőfi mielőtt még felvette volna a Petrőfi nevet, CH-val írta a Petrovicsot. Tehát, na most ugye az, hogy nem szerb felmenői vannak, az volt az egyik ért, hogy akkor ő az ortodox vallást hozta volna magával a szüleink keresztül, mert hiszen a szerbek ortodoxok. Ugyanígy mondják, hogy a szlovák, akkor meg ugye római katolikus, bár tudjuk, hogy a szlovákok között a 16. század óta vannak protestánsok is, de ugyanilyen elv alapján azt is mondhatjuk, hogy a 16. századtól a török elől felvidékre húzódó horvát népcsoportnak tartoznak a hozzá tartozói. És hát persze vannak a felmenői között magyarok is, és például amikor ilyen neveket találunk a Petőfi felmenői között, hogy Zándói, Kuckai, Petres, Pázsitka, akkor ezek nyilván magyarnak gyanúsítható nevek, erről nem nagyon szoktak beszélni. Vajon miért, hogy Petőfi családjában ilyen áldozatok is vannak? A származásnak egy másik megközelítése az, hogy hát ki is a természetes apa. Ugye a 60-i féle gyűjteményben olvassuk azt, hogy az öreg Petrovics ez háborgott amiatt, hogy hűtlenséggel vádolta meg a feleségét, Rúz Máriát, és kezdetben nem ismerte el fiának Petrőfi. Ő úgy gondolta, hogy a Rúz Mária korábbi szerelme, egy másik székálló regény mészáros kollega, az igazi apja, és nem is veszi a nevére az első szülöttet, hanem majd csak a következő gyermek lesz az apja nevének a hordozója. Hogy jön a képbe egy Széchenyi István? Úgy, hogy 1851-ben azt írja a titkárának egy levélben, hogy Petőfi az én fiam, aki rólam írt a felhő ciklusba, és szemreányást tesz magának, hogy az édesanyját hagyta nyomorban meghalni. Na most erre a szakma azt mondta, hogy a döblingi őrültnek a gondolatait nem kell komolyan venni, hiszen ott az őrültek házába volt. Igen, de milyen szellemi képességei voltak Széchenyinek, hogyha még ezután évekkel írja meg a Blik című könyvét, amit a Bécsi udvar rosszul lesz teljesen, ugye ez megjelenik angolul is, és valószínűleg akkor döntenek arról, hogy Széchenyi legyen öngyilkos. A hivatalosoknak egy másik érve az, hogy Széchenyi és Rúz Mária nem találkozhattak, mert a gróf abban az időben külföldön tartózkodott. Azonban találtunk adatot arra, hogy igenis járt Széchenyi Aszódon a kritikus időszakban a Kormanickiak zöld kastélyában, hogy a lótenyésztés hazai kérdéseiről tárgyaljon, és ahová Rúz Mária már több éves házasságkötése után visszajárt még mint mosónő, tehát igenis találkozhattak. És Steffi Grófról pedig ugye abban az időben azt tudták, hogy ahol ő megjelenik a társaságban, a lányos anyák jobban vigyáztak a lányaikra, mint máskor. Mert így ismerték a fiatal Steffi Grófról. Tehát a döntő kérdés azonban mégiscsak az, hogy a filléreit összerakosgató székálló mészáros legény és a mosónő hogyan került abba a helyzetbe az 1820-as évek első felében, mintha az egyik napról a másikra egy nagy szerencsejáték nyeremény birtokába jutottak volna, tehát anyagilag önállósítják magukat. Most már ők vesznek árendába nem is egy, hanem három mészárszéket. Házak, kertet, szőlőt, földbirtokot vásárolnak, emiatt Petrovics Redentusnak tekinthető, tehát élhet a kollektív nemesség jogaival a piskunságban, és jelentős állatállományt tart, nagy összegű pénzt ad ő maga kölcsön, házi szolgálóhányokat alkalmaz, béresekkel dolgozta. Minden mellett lehetőség nyílik arra, hogy Petrőfit tanítassák, aki, ahogy hallottuk is, hogy nem fejezte be az iskoláit egyiket se, de hogyha befejezte volna, akkor lehetett volna belőle gazdatiszt, jegyző, tanító, evangélikus lelkész, vagy bármi hasonló. Ezek a pályakép lehetőséget Petőfit nem csábították, ő ezekkel nem szívesen foglalkozott. De a család vagyonosodása miatt ezt el kell mondani, hogy
ugye tudjuk, hogy később tönkre ment a család. De hogyha a családfő megfontoltabban és kevesebb kockáztatással vezette volna a gazdaságát, akkor az őket is érintő természeti csapások ellenére az életük végéig egy biztos megélhetést nyújthatott volna számukra ez a vagyon. Tehát az eredeti kérdés az, hogy minek köszönhető a család jóléte Petőfi születését követően, hogy ilyen váratlanul és ilyen mértékben megemelkedett. Egy újabb momentumi magyarázathoz szorul, akkor Petőfi egy bizottság élén találkozik a forradalom idején Széchenyivel. A találkozás csaknem botrányba fullad, mert Széchenyi ahelyett, hogy tárgyalnak a bizottsággal, Petőfit nézi minden oldalról, előről, hátulról, szemrevételezi, és már felháborodnak a bizottság tagjai, hogy Széchenyi jobban érdekelte az, hogy Petőfit alaposan szemügyre vegye, mint hogy a hivatalos ügyeket intézze. Vajon miért lehetett ez? Még egy érdekes párhuzam, hogy azok, akik leírják Petőfi személyiségét, tehát azt, hogy nem tud társaságba igazán megjelenni, fellépni, másokhoz alkalmazkodni, depresszióra hajlamos, koravér, gőgös, dacos, öntelt, és valamennyi kapcsolatában előbb-utóbb konfliktusokba keveredik, csupán az írásaiban van igazán elemében, akár versben, akár prózában, és akik így jellemzik, azok azt mondják, hogy ha Petőfit nem keresték volna halálra a forradalom után, hogy már alatt is, tehát ha ő egyszerű polgárként tovább élt volna 48 után a hazájába, akkor őt is ugyanaz a sors várta volna, hogy vagy öngyilkosság, vagy elmegyünk intézet, mint ahogy a legnagyobb magyarral is ugye ez történt meg. Tehát mi én nem sugalmazni szeretnék valami fajta választ ezekre, hanem azt szeretném sugalmazni, hogy igenis a szakma mutassa ki, adjon biztos válaszokat ezekre, hiszen erre a kérdésre is többféle válasz lehetséges, azért kell tovább folytatni a kutatást, hogy ezekben biztosak lehessünk. Újabb kérdés, hogy milyen társadalmi osztályhoz és réteghez tartozónak tekintette magát Petőfi. A költészetéből azt ismerjük, hogy a nép gyermekeként mutatkozik be a közönségnek, eredeti tehetség, a természetnek tövises vadvirága vagyok én vagyok Erzsébet, ismert költőként is a nép gyermeke kívánt maradni, aki a palota helyett inkább a kunyhót választja. Népies hangvételű íráját a kortárs szakmódja nem értékelte, sokan látották, nem így kell verset írni, de átütő sikert ért el, és ezt mi is tanúsíthatjuk, mert én 19 olyan Petőfi verset tudok, amit ma is éneklünk népdalként, nótaként vagy műdalként. Tehát ő magáról azt írja, hogy én Szalmazsákon születém egy kis mécs borongós fényinél, meg azt is írja, hogy én jóformán azt sem tudom ki és mi volt a nagyapám, viszont nagyon szokatlan kezd lenni a dologot, amikor ő a Mészárszék árendásának, a település kocsmárosának a fia, a honfoglaló között vitézkedő Daliának álmodja magát. Ugye abban a korban azért ez egy kicsit merész álomnak tűnt még, pedig ez így van, és a Miért nem születtem 1000 év előtt című versében meg is találjuk. Még szokatlanabb dolog az, hogy feleségül akar venni egy dúsgazdag bankárlány, és ez a bankárlány később egy grófné lesz, de hogyan gondolhatta komolyan Petőfi, hogy ő is feleségül veheti. Ugyanígy jár, mert egy jól szituált nemes kisasszonynal, aki majd egy főnemesnek a felesége lett később, tehát ő a maga szegény legénységében mégis úgy gondolta, hogy neki egy ilyen házasságot nyerbe lehet ütni. Aztán ide tartozik, hogy célba lőni és vívni is tanult, hogy párbajozhassa. Erre 4 alkalommal majdnem sor került, mindegyik alkalommal elmaradt. Viszont párbajozni csak az párbajozhatott, aki párbajképes volt. Tehát ugye, aki nem volt nemes ember, azok csak perekedtek, de a nemesek azok párbajoztak. És a segédeinek fölkért barátai is komolyan vették, hogy ő párbajképes. Ezért kérdés, hogy hogyan értelmezzük azt a saját kijelentését, amikor ő azt mondja, hogy nem szemrehányásképpen mondtam én ezt a nemességnek, melyhez magam is tartoztam. Hát hogy tartozott ő a nemesi rendhez?
Apja a redemptussága előtt nem jelezte, hogy nemes lenne. A kiskorúságban a kollektív nemesség előnyét élvezte, de amikor a földjeit elvesztette, akkor a redemptussága is megvált, és ezt Petőfi sem örökölhette. Csergő Géza, egy nagy családkutató, kimutatta, hogy első Leopold magyar király nemesi címet adományozott 1664-ben Petrovics Mártonnak és Jánosnak, amit Várgói helyen kihirdettek. Márton fia György 1751 előtt Nyitrába költözött, innen Aszódra. Négy fia között Tamás Petőfi nagyapja, akinek szintén négy fia között találjuk István Petőfi apját. Ha ez a levezetés helyes, vajon miért nem élt a nemesi előjogaival Petőfi apja? Nehezen elképzelhető, hogy nem tudott róla, de az is lehetséges, hogy mivel nem hirdették ki a vármegyében, nem tudta igazolni. Ugyancsak elképzelhető az is, hogy pusztán karmalistaként, ha csupán az volt, nem illették meg a nemesi kiváltságot. Petőfinek ezt a nemesi származását az 1960-as évektől cáfolták. Az igazság azonban az, hogy sem az állítás, sem a cáfolat nem áll teljesen biztos lábakon, mindkettő további kutatást követel. Tehát mindig nem tudjuk eldönteni, hogy Petőfi hogyan értelmezte azt, hogy ő a nemesi rendhez tartozik. Petőfi már a harmadik nemzedékét képviselhette annak a családnak, amelyik színmagyar településeken élt, ugye apját, nagyapját ideértve. Apja verekedett, a tótnak csúfolták ugye Kiskörösön. Ő lesz, aki vénzászló tartóként bevonul az irodalomba is, a 48-as szabadságharc alkalmával. Petőfi mellé a család magyar tajtát fogadott. Fiának tehát természetes volt a magyarság tudatos vállalása, ismerjük, ha nem születtem volna is magyarnak elébhez állani. Még akkor is, ahogy hallottuk, hogy édesanyja törte a magyar, de folyékonyan beszélte, és iskolás évei alatt többnyire szlovák és német környezetben találta magát. És öccse is hasonlóképpen 48-as honvéd tisztként bizonyította a magyarságát. A 19. század első felében a felekezethez tartozás még felülírja a nemzetiségi hovatartozást. Viszont a felekezeti hovatartozásból egyenesen következtetnek arra, hogy valaki mely nációnak a gyermekeként született. Petőfi ezért zavarja, hogy evangélikusnak keresztelték, és a Kiskőröst emlegeti, mindenki tudja, hogy az egy szlovák-magyar közösség, és egyébként sem a kiskunság része hivatalosan. Ezért ő a kiskunságot és azon belül a magyar kiskun félegyházát emlegeti inkább a szülőföldjeként. Számára tehát a felekezetiség, az egyház legtöbbször valami fajta bosszantó tényező. Evangélikusságát igyekszik elhallgatni, kikerülni, előfordul, hogy csak protestánsnak mondja magát, reformátusnak mondja magát, az is megtörténik, hogy a Priár Kornéliával kötendő tervezett házassága kapcsán kész átállni római katolikus felekezetűnek. Van, hogy római katolikus keresztelőn vállalja a keresztapa szerepét, ami azt jelenti, hogy római katolikusnak kell nevelni a keresztgyerekét, ha komolyan veszi. És ténylegesen a Szendrei Júliával kötött házassága alkalmával ő reverzális lett, tehát ő ugyan protestáns, de beleegyezik abba, hogy minden gyermekét római katolikusnak kereszteljék. Tehát nála a felekezet teljesen periférikus téma, ugyanakkor olyan probléma, ami orvoslásra szorul, éppen ezekben az 1830-as, 40-es években folynak nagy viták az egyházi anyakönyvezés helyett a polgári anyakönyvezés bevezetéséről, amire csak később kerül sor, de Petőfi ismerősei között mindennapos beszédtéma lehetett a sok botrányos eset, ami emiatt előfordult. Petőfinek nem volt személyes isteni élménye szerintem, mint ami például Balassinál vagy Adinál páratlan istenes versekben jelentkezett. Ő csupán használja a 19. század a maihoz képest sokkal kevésbé szekularizált gondolkodásmódját és sokkal vallásosabb nyelvezetét. Következésképpen van több mint 30 verse, amelyek istenes frazeológiával íródtak, de valójában nem istenes versek, a vallási kifejezései világi értelmezéssel oldhatók fel. Az ő hite a népi vallásosság szintjén közelíthető meg, ahol a tételes vallásosság helyett inkább pogány elemek szerepelnek, mitológikus, végzett, gabonaság, áldozat, átom, boszorkány, ördög, halálromantika, tündérvilág és így tovább.
Az egyházat a papokat rendszerint erőteljes kritikával illeti, és szóhasználatában az Isten káromlás is elmegy. Számára tehát a felekezetiség főként a nemzeti hovatartozás kutatójaként jelentős és bosszantó tényező. Az örökölt és személyesen is vállalt magyarságának tudatosságával megerőzte a korát. Viszont ez a szép vállalásra a szülőföldjének országgyűlési követválasztása alkalmával nem volt elégséges. Az akkor még egységes történelmi Magyarország többségi törzsökös magyarsága nem küldhetett az országgyűlésbe olyan édes hírű valakit, akit költőként elismertek ugyan, de abban az időben ez még nem sokat nyomott a labba, és akiről viszont azt terjesztették, hogy Tóth vezér akar lenni, mellesleg oroszként, és republikánus programjának része az uralkodó dinasztia és az arisztokrácia kiirtása a francia mintára. A követválasztás elbukását követően Petőfi a közéleti tényezőket, akik közé ő is be akar kerülni, az akasztófára sem tartja már többé érdemesnek, és a jövő programját számára az égető szociális kérdések, a társadalmi igazságtalanság radikális változtatása jelenti. Tehát 48-tól a Respublika ideájának él, és ítéletével válogatás nélkül mindenkit megbélyegez, aki nem ért vele egyet. Ami korábban ugye a hazai tájnak, a magyar nyelvnek, a nemzetért lobogó társaságainak köszönhetően a tollát, ez a magyar szellem vezette, ettől fogva inkább a francia és német közvetítéssel hozzánk eljutó, az emberiség egészére kiterjesztett és fanatikusan képviselt világszabadság vált politikai programjává és egyben a vallásává. Ez utóbbiról már nem mondhatjuk azt, hogy a magyar földnek a terevényéből született, főleg nem a magyar népiességből. Személyében itt már nem a magyar szellem képviselőjét látjuk, hanem azt a valakit, aki törvényszerűen elszakad mind a hazai, mind a külországi realitások talajától. A szigorú rendőri és politikai ellenőrzés ellenére az a meggyőződésem, hogy Szibéria és Magyarország között folyamatos volt az üzenetváltás. Idézek egy Petőfi kutatótól, a szibériai Petőfi legendának legújabb feltámasztása annak a Schlieger Ferencnek 40-es elképzelésére alapozódik, aki szerint a kunszentmiklósi baki családdal költőnk baráti kapcsolatban állt, nekik leveleket küldött oroszországi fogságából, és e levelek maga ma is megvannak, eddig az idézet, ugye ez Fekete Sándor írta. Ezt közölte a Magyarság című folyóirat 1940-es egyik száma. Ez az említett hagyaték Herpai Gábor megyei főlevéltárnok Hajdú vármegye főispánja gondozásába kerülhetett, és feltehetően akkor tűnt el, vagy pusztult el, amikor a szovjet katonák 45-ben debreceni levéltárának csaknem egészét megsemmisítették. Az is feltételezésem, és ennek a bizonyítása és kutatást igényel, hogy Szendrei Júlia tisztában volt azzal, hogy egykori férjének milyen a sorsa Szibériában, és hogy hogyan folytatódik. Minél pontosabban megválaszoltak Petőfi életének a nyitott kérdései, annál több párhuzamra vagy egyenes kapcsolatra bukkanhatunk a szibériai éveit illetően. Itt tehát én az előzőekben most nem ismétlem meg, hogy körülbelül 20 kérdést lehet összeállítani, lehet kevesebbet is, meg több, sokkal többet is, de hát ugye ezekre a kérdésekre egyszer válaszolni kell. Nekem minden tiszteltem az irodalom tudomány szorgos munkásaié, akik Petőfi ürügyén számtalan elméleti kérdést tárgyaltak és tárgyalnak. Azt azonban nem egészen értem, mint laikus, hogy a számtalan elvont téma mellett, amikkel foglalkoztak, ezekre a föntiekre fölmerült kérdésekre, hogy a születési idő, születési hely, a származás, hovatartozás és így tovább, a sok tanszék, intézetek, Petőfi társaságok, irodalmi, tudományos műhelyek, irodalomtörténész, tudósok mindeddig hogyan nem tudtak pontosabb válaszokat találni. Benyomásom szerint sokan éltek Petőfiből, de kevesen végezték el azt a munkát, amit életének és művének a feltárása megkövetelt.
Kinek használ az, ha a lexikonokban a sokszorosan megcáfolt adatok maradnak, vagy az, hogy elhallgatják lelkes kutatók eredményeit, és azokat szinte ellenségnek tekintve befogják az igazságkeresők száját. És ha ennyi idő alatt képtelenek voltak előbbre jutni a legnagyobb magyar költő személyi adatainak a kutatása terén, milyen erkölcsi és szakmai alapon diktálnak elítélő véleményt azokra, akik például a 49. évi eltűnését, szibériai éveit és a 34 éves költő szellemi hagyatékát számüzetésben írt verseit kutatják. Rendjén van-e az, hogy a tudományos eredményt a politikai határozat mondja ki, a politikai döntés pedig az ebben cinkosságot vállaló tudományos szakma, mint a sajátját hitelesíti és népszerűsíti. Mi nem adjuk fel természetesen azt a reménységünket, hogy egy megújuló szakma méltó partner lehet a laikus igazságkeresőkkel folytatott építő dialógusban, és egyszer majd a hosszú-hosszú vajúgás után megszületik az a korszerű Petőfi monográfia, amely az itt is fölmerülő kérdésekre majd mindnyájunknak megbízható válaszokkal szolgál. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Kisender Józsefnek! Biztosan így van, ahogy ő jövendőli, hiszen Petőfi mondta, hogy az idő igaz, s eldönti, ami nem az. Mit teszek akkor a világnak sarkai? Földindulástól mennydörgésül tőből meg fognak ingani. Ha összevesz itt négy vadállat és 20